Hello! Ki szereti a Star Wars? És ki szereti a rohamosztogosokat? Na, és szeretnétek rohamosztogosok lenni? Na miért nem? Na pedig az jó. Ez nem opció. Na, szóval, rohamosztogos kiképzés fog következni az 501-es Légió Magyarország helyőrségével. Fogadjátok őket nagy szeretettel, vagy nem. Halló, halló! Híre! Hát szeretettel köszöntök mindenkit most a Play Show-n, az vasárnap, az 501-es Légió nevében. És ezáltal, ezúton bemutatnánk a rohamosztogos kiképzést, de egy kis fricskával, hiszen most jelenleg nem épp rohamosztogosként vagyok itt, és nem Darth Vaderként, ahogy szoktak is mindig engem, ugye. Sajnálom, én egy TIE pilóta vagyok, és így ezáltal egy TIE pilóta kiképzést fogunk majd bemutatni. Hogyha majd dicső rohamosztagos katonáink szerválnak majd éppen önkénteseket, akik szeretnének táj vagy illetve rohamosztagos kiképzésben részesülni. És akkor így el is mondanám, hogy miről is szól ugye ez a tájpilóta kiképzés. A tájpilóta kiképzés az összesen két dologból áll. Van egy fizikai erőléti kiképzés, illetve van egy... Úgy veszük ki egy ilyen elméleti kiképzés, ami igazából egy ilyen kvíz-szerűség, ahol ugye elmondom az általános, fölteszem az általános kérdéseket, és amik, ha arra tudtok válaszolni, akkor és elmentek mind a fizikai, mind az elméletin, akkor onnantól kezdve hivatalosan is vagy rohamosztagos, vagy tájpilóták vagytok, de most elsősorban tájpilóták lesztek. Nos, a fizikai kiképzésben négy fizikai elem lesz. Egyrészt ugye megmutatom, hogy majd hogyan kell pilótaként ugye cikázni, akkor lesz benne egy kis erőléti a tekintetben, hogy lesz fekvőtámasz, guggolás, egy kis futás, és utána jön akkor az elméleti rész. És akkor most megkérném rohamosztagosainkat, akik itt előttünk vannak, hogy akkor hozzanak föl nekünk önkénteseket. Lelkesen, látom azért szépen gyülekeznek itt a kiképzésre. Jó, egy kicsit akkor soroljunk befele, nyugodtan ráérünk. Nagyszerű. Jól van, akkor szeretném, hogyha akkor mindegyikötök akkor először is bemutatkozna itt a közönségnek. Jó, egy rövid nevet szeretnék majd kérni. Kármán Levente. Milán. Ikló Jangéla. Zalán. Csanád. Ádám. Károly Szilveszter. Nagyszerű, köszönöm szépen. Annyit elmondok az érdekességként, hogy átlagosan nem nevesítünk, hanem ugye azonosítóink vannak, TK, illetve TI azonosítunk, és még lehetne sorolni, de most jelenállás szerint akkor ti most TI azonosítókkal fogtok majd jelentkezni, és akkor mondom is akkor, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó? Megjegyeztétek? Jó, akkor TI, 1, 2, 3, 7, 5, 6, 7, 8. Rendben. Nos, akkor a rohamosztagos és egyben tájpilóta kiképzés, de inkább akkor most tájpilóta kiképzés, akkor négy dologból áll. Kezdjünk akkor egy kis bemelegítéssel. Először is akkor melegítsük be magunkat. Ami azt jelenti, hogy akkor szeretném, hogy akkor állnátok egy kis terpezbe. Nyugodtan, lehet egy kicsit nagyobb terpezbe, és álljatok szépen. Jól van, na még egy kicsit. Rendben, jó. Szeretném, hogyha még egy kicsit álljunk még akkor egy kicsit szélesebb terpezbe.
Nos, rendben, jó, akkor most emeljük fel a kezünket. Jó, úgy, hogy akkor a fejünk mellett legyen, mind a kettő. Így. Jó? Oké, rendben. És akkor szeretném, hogyha akkor a kezünket... Mintha éppen egy tájvadászban lennénk, és akkor mi lennénk a tájvadász? Rendben. És akkor most akkor szépen akkor leföl mozgással, mintha éppen repülnétek. Rendben, nagyszerű, nagyszerű. És akkor most szeretném kérni, hogy akkor legyen egy kis finom kis körmozgások, úgyhogy ha lehetséges, akkor a társunkat ne vágjuk orrva. Mind a két kezünkkel. Nagyszerű, jó? Akkor előre, és akkor egy kicsit hátra is. Rendben, jó. És akkor most szeretném, hogyha akkor ezt még kombinálnánk azzal, hogy emeljük föl, úgyhogy akkor most szépen összezárjuk a lábunkat. Rendben, és akkor most akkor a jobb lábunkat fölemeljük, így térdhasba, és ugyanúgy ezt megcsináljuk. Egy kis orsózással. Rendben, alakul, alakul. Jó, rendben, most letehetitek a lábatokat. Jó, most szeretném, ha becsuknátok a szemeteket, és megérintenétek a jobb kezetekkel az orrotokat. Mindenki, mindenki, a jobb kéz, orr, jobb, jobb kéz. Úgy, 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 oké. És akkor most szépen engedjétek el, és ezt most a ballal is. Jó, de a kezünk legyen ugyanúgy egyenesben, szépen így, ugyanúgy, nagyszerű. Jó, letehetitek, nagyszerű. Akkor az első rész már teljesült is. Ennek azért volt fontos, hogy akkor egyrészt osztagként tudjatok együttműködni, és ugye szoros alakzatban, ugye látjátok is a pilótákat is, hogy szoros alakzatban szoktak ugye repülni, ha lehetséges, akkor nem egymást ugye nekiütközve. Most a következő, hogy akkor nézzük a gyorsaságot, így akkor szeretném, hogyha akkor itt futnátok három kört körülöttem. Jó? Akkor TK1-es kezdi a sort, és kezdheti. És a többiek folytatják. Lehet nagyobb is az a kör, nyugodtan. Jó, rendben, 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 rendben. Jó, állj! Igazodj! Jó, elmondom, hogy mit rontottatok el. T.I. ő a szakasz, és ő egyben a vezető. És egyiköt, mindegyikötök lekörözte, jó? Így akkor szeretném, ha még egyszer megtennénk, de úgy, hogy mögötte haladnátok, mintha ő lenne a parancsnok. Jó, és akkor egy nagyobb kört teszünk, jó? Először sétálunk, és mutatom, hogy mit szeretnék kérni. Szépen, így ekkora nagy kört megteszünk. Rendben, itt megállsz. Jól van. Oké, és akkor TA1-es elkezdi akkor a futást, és szépen haladtok mögötte abban a tempóban, ahogy ő csinálja. Három kört tesztek meg. Oké, TA1-es megjegyeztük? Rendben, akkor kezdhetjük. Szépen egymás mögött. Nagyszerű, tökéletes. Egy jó parancsnok után követni a katonákat, ez az egyik legnagyobb ismérve a történetnek. Nagyszerű. Nos, akkor a következő tétel, hogyha most már követitek a szakacsparancsnokot, akkor jöhet a következő, mi szerint akkor jön még egy plusz előréti, akkor jöhet a guggolás. Jó, a guggolást azt úgy szeretném kérni, hogy minden második TI pilóta jelentkező ki egy lépés jöjjön előre. Minden második. TI1-es, te az első vagy. Jó? Nem, nem, nem. TI2-es, TI4-es, TI5-ös vissza, TI6-os előre, és a TI8-as szintén előre. A többiek egy lépés hátra. Rendben. TI4-es, gyere előre. Rendben. Jó, akkor a guggolás úgy lesz, hogy megint csak ugye kinyújtjuk a kezünket. Szélesen. Ugyanúgy, így van, mint a pilóta, mintha éppen vadászgép lennék. És elkezdünk guggolni összesen. Tizet. Kezdhetjük. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc.
és 10. Nagyszerű, rendben. Akkor kezeteket leengedhetitek. Nagyszerű, most már parancsot tudtok teljesíteni, ez meg szintén már a harmadik ismérve egy jó pilótának. Akkor jöhet a negyedik, az egyik legnehezebb, a fekvőtámasz. Ki tud fekvőtámaszozni? Tegye fel a kezét. Aj, nagyszerű, így jól van, rendben. Nos, a fekvőtámasz, azt is szeretném ugyanúgy kérni, és akkor abból viszont szintén 10-et szeretnék kérni. Rendben, egyenes fekvőtámasz szeretnék kérni, és már kezdhetitek is. 1, 2, 3, 4, még mindig 4, 4, szeretnék egyenes, jó, 5, 6, 7, még mindig 7, 8, 9, és 10, nagyszerű. Rendben. Nos, mivel most már eléggé bemelegítettünk, TA7-es, figyeljél, légy szíves. Köszönöm. Nos, már eléggé bemelegítettünk. Na, akkor most szeretném azt kérni, ugyanúgy megint akkor levezetjük egy futással a történetet. Csak most egy kicsit úgy fogjuk csinálni, meg is mutatom nektek, hogy kinyújtott kézzel, ugyanúgy, hogy a kezünket felemeljük, besoroltok majd a TA1-es mögé, így akkor mindenki, minden előlévő TA1 pilóta jelölt egy lépést hátra. Nagyszerű. És akkor most forduljál, légy szíves, arra felé. Jó. És akkor most megtanuljátok, hogy mi az az úgynevezett barrel orsó. Barrel orsó, mutatom, figyeljétek, jó? Elindul majd innen a TA1-es, és tesz egy orsót. Utána pedig fogja, még egy orsó. Menni fog? Jó, ezt összesen 3-szor kell megcsinálni. És én pedig innen kiállok a sarokba, hogy ne zavarjalak titeket a tesztben. Mehet? Szépen lassan. Először sétálva tegyétek meg a történetet. Nagy kör tegyél meg, hogy el tudjatok férni. Nagyszerű, micsoda pilóta jelöltek, kérem szépen. Micsoda pilóta jelöltek. Oké, ez eddig 1. Ez eddig 2. Alakul a harmadik is. És megvan a harmadik is. Nagyszerű, rendben. És ezt most szeretném kérni egy kicsit nagyobb tempóba. Tudjátok, hogy mi az a kocogás? Igen? Akkor ezt most szeretném kocogva is kérni. És indulhat. Egy. Kettő. És mindjárt megvan a harmadik is, és a TA1-es besorol, akkor most már a fél... Oké, nagyszerű! Szeretnék egy nagy tapsót a pilóta jelölteknek! Gratulálok, teljesítettétek a fizikai tételt, és akkor most jön az elmélet. Hát akkor most az elmélet az nem fog másról szólni, mint egy kis kvíz. Szeretném, ha egy kicsit elmennétek jobbra, jó? Hogy egy kicsit jobban tudjunk, akkor egy kicsit szépen. Menjünk, még egy kicsit, szépen soroljunk, még jól van. Jó, egy-két egyszerű kérdést fogok akkor föltenni, rendben? Kezdhetjük? Nem lesznek nagyon nehezek a kérdések, de könnyűek se. Akkor első kérdés. Mi Darth Vader kedvenc csillaghajója? Tiavadász. Majdnem. Csillagromboló. Így van. És na is, milyen csillagromboló? Szupercsillagromboló. Aj, de jól tudja, na nagy tapsot neki. Rendben, a következő kérdés. Nézzük, csak gondolkozunk valami nagyon nehezet. Hát, na jó, egyefene. Hány tievadász kísérte Darth Vadert a halálcsillag elleni támadáskor? 3. Biztos, hogy 3?
kettő. Áj, de jó, és miért? Hát a Darth Vader volt a harmadik. Áj, de jól tudtam, micsoda fifikáns kérdés volt, nagyszerű. Rendben, akkor következő kérdés tájpilótával. Hány vadászpilóta üldözte a Millennium Falcont a Birodalom visszavágban? Három. Három? Biztos? Igen. Hangosabban. Három. Így van, a válasz tökéletes. Rendben. Na, akkor neked fölteszem, ez egyik legnehezebb kérdés, már csak azért is, mert apukád figyel rád. Nos, a kérdésem pedig az lenne, hogy... Nagyon gondolkozzál majd a válaszon. Rendben? Oké? Okay? Rendben. Minek van beöltözve apukád? Rólam ott akarsz. Így van, tökéletes a válasz. Rendben, akkor neked már egy kicsi, mivel nagyobb acska vagy, nehezebb kérdést fogok föltenni. Tudod, ismered a tájvadászok típusait? Nem. Ajjajajajaj. Rendben, oké. Okay. Akkor föltenném azt az egyszerű kérdést akkor, hogy láttad a Jedi Visszatér című filmet? Rendben. És emlékszel, hogy a Millennium Falcont a végén üldözik a tia vadászgépek? Hány vadászgép üldözte, amikor már felrobbant a reaktor? Egy. Na, hát akkor ezek szerint akkor jól megy ez a dolog. Nagyszerű, gratulálok. Na, akkor nézzük csak akkor neked milyen nehéz kérdést tegyek föl. Nézzük csak. A pilóták, a tájpilóták, szerinted sokkal jobbak, mint a rohamosztagosok? Igen. Hangosabban? Igen. Tuti, biztos? Igen. Nagyon hangosan, légy szíves. Igen. Na, hát ő akkor ezek szerint nagyon megelégedett a tiéb pilóta kiképzéssel. Rendben, akkor a következő kérdés. Szerinted a tiéb pilóták jobban tudnak célozni, mint a rohamosztagosok? Igen. És ezt miért gondolod így? Mert ők legalább eltalálnak valamit. Ezt nem én mondtam! Rendben, jó, akkor a következő kérdés. Neked lesz a legnehezebb, mert te vettél az utolsó. De nem baj, azért gondolkozunk a dolgon. Nézzük csak, hát... Még szeretnél lenni? Tájpilóta vagy rohamosztagos? Tájpilóta. És miért szeretnél tájpilóta lenni? Azért, mert a rohamosztagosok bénák. Ez egy kicsit hangosabb. Azért, mert a rohamosztagosok bénák. Hát jó, ezt tudjuk inkább, ezt inkább ilyen félig meddig elfogadjuk, hiszen ők a birodalmi hadsereg gerince, és független attól, hogy néha helyjel közzel sikerül eltalálniuk valamit, és azért a tájpilóták jobban céloznak, de mégis azért bajtársak vagyunk. Nem igaz, fiúk? Ez egy bólogatást elvárnék. Jól van, rendben, fiúk, jól van. Tudom, ezt majd a kantinban elintézzük. Hát én vagyok egyedül pilóta. Rendben, gyerekek, nos! Innentől kezdve hivatalosan is most már tájpilóta jelöltek vagytok, átmentetek mind a gyakorlatin, mind az elméleti vizsgán. Nagyon nehéz volt? Mint a parancsnokotok, ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, nagyon nehéz volt, főnök, parancsnok úr, nagyon nehéz volt. Nehéz volt? Nem. Azt kell mondani, hogy igen. Igen. Nagyon nehéz volt? Igen. Nehéz volt? Igen. Igen. Nem. Hát akkor azt hiszem, te akkor rohamosztagos leszel, nincs mese. Igen. 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 Na, nagyszerű, ennek örülök. Szóval akkor ez egy nehéz kiképzés volt. Innentől kezdve akkor a következő feladat nagyon egyszerű lesz. Jó. A következő feladat pedig, mivel most már nem csak, hogy átmentetek az elmélet és a fizikai és gyakorlati képzésen, kivéve a kis rohamosztagosunkat. Jó, akkor még egy kis gyakorlati edzés, és ez lesz az utolsó vizsga. Rendben? Oké? Okay? Nagyszerű. Nos, már tudjátok, hogy milyen az az orsózás, ugye? Most már tudjuk. Jó, a következő kérésem az lenne, hogy az orsózást
egy olyan kis egyszerű szöveggel, hogy éljen a császár, éljen a birodalom. Rendben? Jó hangosan, toroküvöltve. Megbeszéltük? Nagyszerű. És akkor lassan a TA1 fölé igazodva, kinyújtott kézzel, mintha pilóta lennék, toroküvöltve, egyszerre mondom, hogy éljen a birodalom és éljen a császár. És lehet kezdeni. Jó hangosan! Egy, kettő, és itt most akkor be is fejeztük, be lehet sorolni. Nem volt annyira meggyőző, de elfogadom, egye fene. Ha majd nagyobb, le lehet tenni a kezem. Ha majd nagyobbak lesztek, betöltitek a 17 éves kort, vagy legalább a 14-et, akkor jelentkezhettek majd a Birodalmi Akadémiára, és onnan akkor lehettek pilótajelöltek, és olyan menő egyenruhátok lehet, mint nekem, és amikor betöltitek a 18-at, akkor már kaphattok egy saját járgányt is. Na, mit szóltok? Ki szeretne birodalmi pilóta lenni? Emelje fel a kezét! Hey, kivéve a rohamosztagosunk. Nem baj, jól van, egye fene. Apuci, figyel, azért látom. Igen, láttam. Nagyszerű, rendben. Hát akkor nagyon szépen köszönöm a kis pilótajelöltjeinknek, hogy itt lehettek. Nagy tapsot nekik. Átmentek a vizsgákon. Igen, és most már le is lehet menni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor éljen a birodalom!